Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Anna Brnabić, a szerb haladó párt jelöltje az új összetételű köztársasági képviselőház elnöki posztjára. Erről döntöttek az SHP elnökségi ülésén. Belgrád polgármesterének pedig Alekszandar Šapićot jelölik a haladók. Alekszandar Vučić tegnap esti sajtótájékoztatója, és annak részletei lesz első témánk ma. Majd a Szabadkai Egyházmegye személyi kinevezéseit taglaljuk. Választások minden mennyiségben idén, az európai parlamenti választások tudnivalóiról is beszámolunk, és az amerikai elnökválasztás gyakran botrányos részleteibe is beletekintünk. Könnyedebb témáink is lesznek, jártunk Szent Tamáson, az őseink zenéje népzenei fesztiválon. Tartsanak velünk! Anna Brnabićot jelölik az új összetételű köztársasági képviselőház elnöki posztjára. Erről döntött a szerb haladó párt elnökségi ülése szerdán. Belgrád polgármesterének pedig Alekszandar Šapićot jelölik a haladók. A régóta emlegetett új mozgalom megalapításáról is megállapodtak. Mindezekről Alekszandar Vučić szerb államfő számolt be a nyilvánosságnak az ülést követően. Hosszú tartalmas megbeszélés volt, személyi kérdéseket is megvitattak, valamint Szerbia geopolitikai helyzetéről és további tevékenységeiről is szó volt a szerb haladó párt elnökségi ülésén. Értékelt Miloš Vučević, a párt elnöke. Az ülésen jelen volt Alekszandar Vučić szerb államfő, az SHP tagja is. Mint mondta, fontos, hogy az új kormány mielőbb megalakuljon. 10 napon belül nyilvánosságra hozzák az új kormány alakító személyét, tette hozzá. Az ülésen arról döntöttek, hogy Belgrád polgármesteri posztjára Alekszandar Šapićot jelölik, a köztársasági képviselőház élére pedig Anna Brnabićot. Anna Brnabić je moje najpozitivnije iznenađenje u politici. Ona je osoba koja je najbrže i najviše napredovala. Nikada nisam video nikoga da je tom brzinom učio, da se tako snažno borio, tako hrabro borio. Da je u svetu kojem, nažalost, dominiraju muškarci, da se ona borila junački kao malo ko od političara, da je radila vredno, da je napredovala i da mi je teško da zamislim da i kao predsjednik Republike, pošto imamo bicefalnu izvršnu vlast, ne sarađujem sa njom, jer od kad sam predsjednik i ona je predsjednik vlade. Ali će biti na drugoj najvažnijoj funkciji u Srbiji, to je predsjednik Narodne skupštine, imaće mnogo toga da pokaže. Nagy kihívás lesz számára az új poszt, így fogalmazott jelöltségére reagálva Ana Brnabić, Szerbia jelenlegi miniszterelnöke. Kiemelte az, hogy 7 éven át a szerb kormány élén lehetett, a legnagyobb megtiszteltetés volt számára. Brnabić bukaresti látogatását követően nyilatkozott a téma kapcsán a szerb sajtónak. Ja ne mislim da će ovo biti lako, ne mislim da će biti jednostavno, ja moram mnogo da učim. Mnogo da učim, ovo je sada potpuno jedan drugačiji posao i ja počinjem da učim od večeras. Ali uvek je dobro učiti i uvek je dobro razumeti da ne znate sve ili da ne znate mnogo stvari i da treba da se usavršavate, da treba da se menjate i to je sada za mene jedan veliki izazov. Ali ja se nadam i obećavam da ću dati sve od sebe i da ću raditi u interesu naše Srbije. Új mozgalom is létrejön Szerbiában, ez pedig a népért és államért mozgalom. Az SHP elnöksége hozzájárult ennek megalakításához. Az új mozgalom nem a választásokra irányul majd, hanem Szerbia megsegítése céljából jön létre, hangsúlyozta Vučić. Pokret nije stvar koja se formira za izbore. Mi ne pravimo pokret ad hoc, da bi neko dobio jedno poslaničko mesto više ili manje, ili mesto u vladi više ili manje. Pokret se pravi da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima. Pošto treći put govorimo o najtežim uslovima, želim da vam kažem da ja verujem da su i pred Srbijom i pred svetom najteža vremena do sad. Ekonomski za nas su najbolja vremena. Geopolitički najteža vremena. Za one koji su se obradovali, misleći da je naša krivica, bez imalo, bez trunke naše krivice. Upravo govorim zbog onoga što se zbiva u Ukrajini, govorim zbog onoga što se zbiva u mnogim drugim mestima širom zemljine kugle i što se neće zaustaviti sutra. Ukoliko se ne zaustavi do maja, plašim se da ćemo doći u istoriji čovečanstva do katastrofe neviđenih razmera,
Moje poslednje nade su da to do sredine ili kraja maja može da se zaustavi. Ako ne bude to, teško da će u godinama koje su pred nama to moći da se zaustavi bez posledica koje će biti katastrofalne po ceo svet. I u skladu sa tim moramo da se pripremamo, jer mi tu smo mali, niko nas ništa i ne pita, ali ćemo svakako osetiti posledice kao što smo i do sada osjećali posledice. Az ülésen befektetésekről is szó esett, Vučić kiemelte, legkésőbb június elején elkezdődik egy nagy és fontos gyár kiépítése Vrányiban. A befektetés 100 milliárd euró értékű, emellett a védelmi iparba való beruházásokról is beszéltek. Govorili smo i o tome, naravno, koliko je važno da podignemo našu odbrambenu industriju u uslovima kada Evropska unija već donosi zvanične odluke o militarizaciji kontinenta i kada za 50-60% u zavisnosti od godina pred njima povećavaju snagu svoje vojne industrije. Srbija mora da dodatno pojača vojnu industriju i dodatno da ulaže novac. I to nije mali novac za nas, to su velika opterećenja, ali moramo da radimo koliko želimo da opstanemo kao suverena, nezavisna i slobodna zemlja. Vučić szerint egyébként Szerbia kétségkívül jó úton halad, azonban nagyon aggódik amiatt, hogy tovább terjedhetnek az európai harcok. Úgy véli, hogy a helyzet idén még rosszabbá válik. Vendégem pedig Barát Gábor Gergely, állandó politikai elemzők. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban. Szerbusz, jó napot kívánok. Annyira el volt a nyilvánosság foglalva az új kormányfő lehetséges személyével, a választásokkal, hogy egy kicsikét meg is feledkeztünk arról, hogy még nem választottak parlamenti elnököt. Anna Brnabić, mennyire meglepő választás a haladóktól? Hát egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor a 2022-es választások után, amikor megalakult az akkori kormány, akkor már Alekszandar Vučić, akkor még a Szerb Haladó Párt elnökeként kijelentette, hogy Ana Brnabić nagyjából két évig lesz miniszterelnök, és aztán miniszterelnök csere fog történni. Most ugye elközben lett egy újabb választás december 17-én, ugye tavaly, és utána már ez megerősítette akkor már csak köztársasági elnök úr, hogy nem marad Ana Brnabić miniszterelnök. Akkor volt olyan, hogy valószínűleg lehet, hogy tanácsadó fog lenni, de végül olyan döntés született, hogy ő a házelnök lesz. Számomra ez nem meglepő, hogy őt választották, hiszen 7 évig vezette a kormányt, tehát 2017-től még mindig ugye a technikai mandátumban lévő kormánynak a vezetője, és ő olyan tapasztalatokra tett szer, ami felnyogosítja arra, hogy a házelnöki tisztséget is betöltse, hiszen ő a koronavírus világjárvány alatt volt miniszterelnök, utána ennek a következtében bekövetkezett a gazdasági válság alatt, majd az orosz-ukrán háború kirobbant, és annak is lettek negatív következményei, főleg az elhibázott brüsszeli szankciós politikának köszönhetően, és olyan tapasztalatokat szerzett, amelynek köszönhetően vezetni tudja majd a népképviselőházat, ami nagyon fontos tisztség, egy fontos, hiszen a népképviselőház az a szerv, ahol ugye törvényeket hoznak, ahol a költségvetésről döntenek, tehát lényegében az ország sorsáról, és ebből kifolyólag fontos, hogy olyan személy legyen az élén, aki, hát mondjuk így, hogy rendet fog tartani, kicsit olyan furcsa hangzik, de tudjuk, hogy Szerbiában milyennek a viharosak a parlamenti ülések, és már az új összetételi parlament alakulásán is láthattuk, hogy az ellenzék részéről ugyanazt a forgatókönyvet várhatjuk, mint az előző egy-másfél évben, és ezért is szükséges, hogy egy olyan tapasztalt személy legyen a parlament élén, aki amikor kell, akkor hát mondjuk úgy, hogy meghúzza a vészféket, tehát hogy mégis azért a népképviselőházhoz méltó viták legyenek. Meg kell, hogy alakuljon hamarosan a képviselőház. Erről még mindig nincs információ, viszont fontos lenne azért is, mert Belgrádban választások vannak, illetve azért, mert Alekszandar Vučić azt mondta, hogy 10 napon belül közlik, hogy ki a kormány alakító, ki lehet, kit jelölnek, kik vannak játékban. Hát ugye a képviselőház elnökének megválasztása az két okból fontos, hiszen amikor megalakul a parlament, utána első lépésben a képviselőház szerveit válasszák meg elnök, alelnök, főtitkár, bizottságok, és aztán a kormány. Na most ugye a hatályos törvények értelemben, ahogy mondtad is, ugye a képviselő az elnöke írja ki az önkormányzati választásokat, és vasárnap ugye bebizonyosodott, hogy Belgrádban új választások lesznek. Na most ami a kormányt illeti, ugye ez most persze részemről csak felvetés, de
véleményem szerint a legesélyesebb Milos Vučević, aki jelenleg a Szerb Haladó párt elnöke, és a technikai mandátum kormányban ugye a hadügyminiszter, és ő volt a listavezetője a Szerb Haladó pártnak. Na most a médiában még szokták megemlíteni Sinisa Máli pénzügyminiszter nevét, és ha most kettőjük közül kell választani, most kellene, akkor szerintem az esélyesebb Milos Vučević, de természetesen Szerbiában sosem lehet tudni, tehát lehet akár egy 34. személy is, aki majd miniszterelnök lesz. Én nem mondom, hogy várjuk meg ezt a 8-10 napot, amit a köztársasági elnök úr mondott, de én egyre inkább arra vagyok meggyőződve, hogy Milos Vučević lesz a kormányfő. Belgrádi választások, említetted, hogy egyszerűen nem tudnak megegyezni. Három nagyobb blokk van, vagy három nagy játékos van. Ugye a haladók, az ellenzéki tömörülés, és Nesztorovics négy tagú képviselőcsoportja, akik nem bírták a nyomást. A haladók is próbálták őket meggyőzni arról, hogy hozzájuk csatlakozzanak. Az ellenzék is próbálta, ahelyett, hogy bárkihez csatlakoztak volna, ők megroppantak. Ezért kell kiírni a választást. Mennyire tisztul le most a belgrádi választási térkép? Hát ugye elméleti síkon a haladóknak és a szocialistának meg lett volna egy szűk többségük, de ugye itt a legitimitási kérdés mellett inkább úgy döntöttek, hogy újraelosztásokat tartanak Belgrádban. Na most ugye Nesztorovicsék esetében az a probléma, hogy itt már szerintem senki nem tudja, hogy náluk mi történik a ház utáján. Először elméletileg ő kilépett, nem lépett ki, valakik csatlakoztak volna haladókhoz, valakik nem. Szerintem a Nesztorovics féle tömörülésnél az a probléma, hogy nincs egy erős központi vezetés, és túlságosan hát nagy idézőjelben a pártbeli szabadság. Tehát ugye valaki szeretett volna haladókkal, valaki nem, valaki lényegében ellenzéki szerepet kellett volna, tehát nincsenek meg azok a hatalmi struktúrák a csömörödéseből, akik a döntéseket meghozzák, és így véleményem szerint lehet, hogy megtörténik az, hogy ők egy új választás alkalmával akár az 5%-os szenzus alatt fognak maradni. Itt én azt mondom, hogy két nagyobb tömörülés lesz, a haladók és a szerbia az erőszak ellen, vagy most nem tudom milyen év alatt fognak indulni, a szocialisták valószínűleg már a haladókkal fognak közös listán, tehát két nagyobb tömörülés, és akkor még akik még a versenyben úgymondva részt fognak venni, és a kérdés az, hogy melyik párt fog több szavazatot tudni, most melyik blokk fog több szavazatot kivinni, de láthatjuk, hogy már az ellenzék ugye eddig követelte az új választást, most, amikor már bebizonyosodott, hogy lesz, akkor újabb kifogások vannak, hogy mikor lesz megtartva a választói névjegyzék, akkor, hogy most már a legújabb kifogás az, hogy Alexander Vučić nevét nem viheti a haladók listája, ami szerintem egy abszolút nonsens kifogás, hiszen minden párt azt a politikus nevét teszi húzó névnek, aki sok szavazatot tud a pártnak akár hozni, és eddig is ez mindig bejáratott módszer volt Szerbiába, hogy mindig a legerősebb, vagyis a legnépszerűbb párt, vagy a politikusokat teszik a pártok ugye úgymondva húzó névnek. Tehát látszik, hogy az ellenzék valamiért csak a kifogásokat keresi. Dragan Gyilas részvére még az is elhangzott, hogy ha április 28-án lesz, akkor lehet, hogy nem is kéne az ellenzéknek részt venni, mert hogy ez egy héttel a pravoszláv húsvét előtt lesz. Na most, hogyha az ellenzék szerint nekik van többségük, nekik mögött van támogatottság, akkor ez nem kéne egy probléma legyen nekik április 28-án. Alexander Vučić még biztonságpolitikai kérdéseket is említett, aminek ez nem új téma, ugyebár egy mozgalmat szeretne létrehozni, egy pártok feletti az ő szavaival élve mozgalmat, ami pontosan egy egységet tükrözne. Ez nem új téma. Ezt tavaly is megpróbálta a népi mozgalommal. Nem sok gyümölcse lett ennek a kezdeményezésnek, most egy újabb fejezet van. Ebben az esetben másképp végződik majd? Hát a jelen állás szerint igen, hiszen ahogy már múlt szombaton, és pontosabban szombaton, a köztársasági elnök úr a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Szerbia milyen nyomásnak van kitéve Koszovóval kapcsolatban, Bosznia és Szerb köztársaság, vagy éppen a Oroszországgal kapcsolatos szankciós politika miatt. Ezért egyre sürgetőbb az, hogy egy ilyen mozgalmat létrehozzanak, amely politikán felül fog állni, és jelenleg a visszajelzések a politikai pártok részéről a haladók számára pozitív, hiszen például a szerbiai szocialista párt, az egységes szerbi is már úgymondva rámondta az áment, tehát hogyha kell csatlakoznak. De ők amúgy is a haladóknak a stratégiai partnerei. Hát igen, de ők eddig mindig ugye külön listaként jutott a szocialista párt és az egységes Szerbia, vagy egy érdekes mozzanat, hogy most a parlamenti pártunk, parlamentén kívüli párt a fogadalomtevők az Ávetnici, az elnök asszonyuk Milica Gyurgyevics Stamenkovszki már kijelentette, hogy ha kell, akkor ők csatlakoznak nem csak a mozgalomhoz, hanem akár az új kormányhoz is, és ez egy érdekes, mondjuk egy új fejezet ebben a történetben, hiszen ők eddig ellenzéki párt voltak, és továbbra is. De hát, ahogy ők mondják, ők ugye a patrióta pártként, ha kell, akkor az ország érdekeiért
Koszovó miatt, Oroszország miatt, stb., akkor ők a haladókkal ilyen téren, ezeken a pontok mentén szövetségre lépnének is. Tehát ebből kifolyólag ez valószínűleg egy széles körű mozgalom lesz, ha meg fog alakulni. A haladók tradicionális partnerei, mint a Rasszim egy vezette Szociáldemokrata Párt, vagy a Wulin féle szocialisták mozgalma, ők természetesen csatlakozni fognak, de érdekes, hogy a szocik rögtön rámondták az emet, és ugye itt a milicáiknak, tehát a fogadontevőknek a véleménye, tehát hogy ők csatlakoznak, ez egy új történet ebben a történetben. Hát ez egy közép-jobboldali tömörülésnek nevezhető. Igen, mondhatjuk annak is. Ez látszik, hogy itt főleg a nemzeti kérdések miatt, tehát ahogy már mondtam, Koszovó, vagy épp a Boszniai-Szerb köztársaság miatt. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és a részletekben egy kicsikét napfény elé tudtuk tárni. Megtiszteltetés volt. Emelkedik az újszülöttek után járó községi támogatás Kishegyesen, valamint megújul a közvilágítás a község területén. Erről határoztak a községi képviselőtestület ülésén. A 42 napi rendi pont között egyebek mellett az intézmények pénzügyi, szakmai jelentéseit, terveit is elfogadták a képviselők. Juhász Bálint Kishegyes község képviselőtestületének elnöke azt mondta, a tartományi és országos támogatásokon túl az újszülöttekre nyújtandó községi támogatás mértékét 50%-kal növelték. Így 15 000 dinárt kap minden Kishegyes község területén élő család minden újszülött után. Felújítják a Buránysor és Tornyos közötti útszakaszt, mintegy 1500 méter hosszan, amely 90 millió dinárból valósul meg. Valamint sor kerül egy új kút fúrására is, amely a lakosok vízellátását szolgálja majd. Ennek értéke pedig 9 millió 300 ezer dinár. A beruházások a tartomány és a minisztérium támogatásával valósulnak meg. Ceglédi Rudolf Zenta polgármestere elmondta, az út egy részét próbálták javítani, de nagyobb munkálatra volt szükség, ezért a tartománytól kértek segítséget. Aggodalomra ad okot a néhány nappal ezelőtt történt tömeges madárpusztulás a Nagy-Hikinda városhoz tartozó Nákófalván. Közel 1000 vetési varjat és csókát találtak meg a település közelében lévő kis erdő környékén, ahol a madarak tanyáztak, de még mindig lehet találni elpusztult madarat a falu környékén. A toxikológiai vizsgálatok eredményére várnak, hogy megtudják az eset valódi okát. A helyi lakosok véleménye szerint a mezőgazdaságban használt vegyszerek okozhatták a mérgezést. Már elpusztult őzekről is érkeztek hírek. A napokban Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye új püspöke, az egyházjog előírása szerint kinevezte az egyházmegye új espereseit, illetve testületi tagokat és bizottságokat is kinevezett. A témával kapcsolatban a részletekről József Gáspárt, az egyházmegyei hivatal irodaigazgatóját kérdezem. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a stúdióban. Nézzünk pontosan, hogy espereseket ismerjük, kik az új esperesek, illetve milyen bizottságok kerültek kinevezésre. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Ugye sokszor gondolják a hívek, hogy hát ugye mi ismerjük a plébános urat, a püspök urat is, és hát ugye ők irányítják a püspökséget. Tehát valójában ugye egy nagyobb szervezet segíti tanácsokkal, vagy különböző dolgokkal a püspök urat. Amikor a régi püspök úrnak lejárt a megbizatása, és nyugdíjba vonul, akkor ezek a bizottságok, amit ő segítették, különböző hivatalok, ezek megszűnnek. És amikor az új püspök atya megválasztása megtörtént, majd felszentelése, hát őnek az első feladata, hogy munkatársokat keressen magának. És akkor így kialakulnak ugye a különböző bizottságok, ami a legközvetlenebb két munkatársa, ez a két helynök. Az általános helynök és a bírósági helynök. Valamint a tanácsosok testülete, mint egy tanácsadó testület segít a munkájába. Illetve különböző szakterületek területén is létrehozza különböző bizottságukat, liturgikus bizottság, vagy a katekretikai bizottság, gazdasági tanács, és ezekbe is papokat, illetve civil személyeket is kinevez a püspök atya. Beszéljünk az új esperesekről, kiket neveztek ki, és az egyházmegye mely területeire? 12 esperes kerület van, vagy esperesség, 4 fő esperesség kerületbe van akosztva,
és fele Esperes, Arégi Esperes, köztük az Apatini Esperes Verejbélyi Árpád atya, ugye maradt aztán a Zombori Esperes kerületbe Josip Stefkovics atya maradt a régi, illetve a bácsi, Marinko Stantics atya is a régi, a Kulai Zsunyi Tibor atya, ugye Szent Tamási plébános atya a régi, Orcsik Károly atya, dr. Orcsik Károly, ugye ő Adorjáni plébános atya, ő pedig a Magyar Kanizsa Esperes kerület, és ő is a régi, illetve még vannak új esperesek is. Hát az esperesek kinevezése valójában úgy történik, hogy ajánlatokat, ajánlásokat kérünk az adott esperes kerületeknek a papjaitól, és ők kiket a legjobbnak, legtalpra esettebbnek tartanak, ajánlják a püspökatyának, és a püspökatya a saját belátása szerint nevezik ki őket. És így lett 6 új esperes is kinevezve, mégpedig az újvidéki esperes kerületbe dr. Szőlősi Tibor, ő a temerini plébános atya, aztán Szabadkán lecserélődtek, úgyhogy Szabadka város külső területé, vagy község külső területéről kerültek ki az új esperesek, mégpedig a Szabadka óvárosnak Muharrem Dragan atya lett, ő a kisboszniai plébános atya. Aztán Szabadka újváros területén Katatics Dániel plébános atya, ő a Györgyényi plébános atya, illetve Szabadka újváros területén pedig, ha jól mondom, akkor pedig dr. Horváth Endre, ő pedig a hajdújárási plébános atya. Illetve Zentán van még új esperes, Vreckó Ferenc atya, és még ugye nem említettem, de Óbecsei esperes kerületben pedig maradt a Szungyi Károly atya. Mi egy esperes feladatát? Ha jól értem szavaiból, a papok saját soraikból emelnek ki egyet, akit a legmegfelelőbbnek látnak, de milyen feladatra? Valójában az esperesek a püspököt képviselők az adott esperes kerületbe. Ők a püspök helyett vizitálják őket, körbejárják, segítik, tanácsokat adnak, adminisztrációba segítik, lelki tartalmakat adnak, illetve képzéseket szerveznek, rekollekciókat hívnak össze, ahol a papok maguk is találkoznak az adott esperes kerületbe, jobban meg tudják ismerni egymást. Ugye a papok legtöbbször egyedül élnek, és kell egy kis közösség is, így a papi közösséget is ezt is fejlesztik. Tehát több megbízatásuk van nekik, de valójában a püspök atyát képviselik helyben. Mennyire fejeződtek be ezek a személyi, akár cserék, akár kinevezések? Az új püspök összeállította a csapatát? Hát nagyobb része megtörténik a kinevezés, ugye, ahogy említettem, van 4 fő esperes is, és ők is ugye segítik a püspökatyát. Előtte már az egyházmegyei hivatal is kinevezésre került, itt gondolok a vagyonkezelőség vezetőjére, illetve jó magamra is ugye irodaigazgatóra, illetve a püspöki titkára, de vannak ugye a bizottságok is különböző szakterületeken. Itt a tagok megvannak, ki vannak már nevezve, azonban még várjuk az alakuló üléseket, és azon az alakuló üléseket pedig megválasztják a bizottsági elnököket, és ők valójában az adott területen az egyházmegye életet hát próbálják összefogni, irányítani, tanácsot adni. Mennyire veszik észre így a hívek, vagy a hívek szempontjából, mit jelentenek ezek a kinevezések, megbízások, mennyire látszódik ez a mindennapi munkában? Hát egy hívő ugye nagyon nem biztos, hogy tudja ezeket a bizottságokat, léteznek, és, de ugyanakkor a püspökatya ugye nem minden területet ismeri igazán, és úgy tud hozni igazán a híveket is érintő döntéseket, hogy arról az adott területre vannak neki pontos, megbízható tanácsok. Gazdaság területéről, liturgia, hitélet területéről, és ők ugye ezek, akik személyek, akiket mondtam, kinevezésre kerültek, ember segítik valójában. Rajtuk keresztül is a püspökatya közelebb kerül a hívekhez, és valahogy
az egész egyházmegye hívő élete is egy kicsit hát biztonságosabban tud folyni, és a püspök atya pedig, ahogy ő elgondolja a püspöki szolgálatát, abban a keretben ő meg tudja ezt tartani. Tehát akkor továbbra is a híveknek az elsődleges kapcsolat az egyházzal, az a helyi plébános marad. Plébános, igen. És az esperes urak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen a beszámolót. Köszönöm. Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye püspöke februárban kinevezte az egyházmegye új espereseit, közöttük Szakály József atyát is, aki 2021. júliusában kezdte meg plébánosi tevékenységét Topolyán, megboldogult Szlávko Vecserin püspök kívánságára. A három év eseményeiről és eredményeiről, valamint jövőbeni célkitűzéseiről kérdeztük Szakály József esperes plébánost. Köszöntöm a közügyek nézőit innen a Topolyai Sarlós Boldogasszony templomból. Mai műsorunk vendége Szakály József, topolyai plébános címzetes prépost, akit nemrégiben a kerület esperesévé neveztek ki. Mit is jelent pontosan ez a cím, és milyen feladatokkal jár? Anyaszentegyházunk olyan szerkezeti struktúrában gondolkodik, hogy ugye egy nagy egyház van, és ez a részegyházakban él. És minden részegyháznak az élén egy apostol utód vezeti a részegyházat, és egy apostol utód áll egy-egy részegyháznak az élén, biztosítva azt a jogfolytonosságot, hogy valóban az a katolikus, csorbítatlan katolikus, tiszta hit van jelen egy-egy részegyházban, amit az apostolok tanítottak és képviseltek. Ez az apostol utód minden egyházmegye élén a püspök. A püspök viszont nem tud mindenhova oda jutni, tehát világos, hogy úgy kell egy egyházmegyét fölépíteni a maga szerkezetében is, hogy legyenek segítői. Több plébániát megpróbálnak egy esperesi kerületbe összefogni az egyházmegyék, pont azért, hogy egy kicsit össze lehessen hangolni, amennyire ez emberileg lehetséges, a plébániák közötti lelkipásztori munkát, a plébánosok közötti együttműködést, és egy-egy ilyen esperes kerület élén áll egy esperes. Úgyhogy a topolyai község mellett Kishegyes is ide tartozik hozzánk, a topolyai esperes kerülethez, illetve még Csantavér is, de Zentagunas és Tornyos is. Ön mintegy három éve szolgál itt Topolyán. Milyen célokkal érkezett ide, amikor kihelyezték, illetve mi az, amit meg sikerült valósítani ez idáig? Az egyházmegye legnagyobb templomát, és sőt, gyakorlatilag Szerbia alapterületében nézve legnagyobb katolikus templomát átvenni, ez egy hallatlan nagy felelősség volt, úgyhogy én nagyon féltem tőle, és nagyon meg is ijedtem, amikor megboldogult Szlávko püspök úr közölte a kívánságát, hogy én legyek Ferenc atya utóda. Megpróbáltuk azóta, megpróbáltam én is egyrészt megismerni a közösséget. Arra kértem akkor őket, hogy ismerjük meg egymást, ők engem, én őket, tehát legyünk ilyen szempontból egy kicsit nyitottak. Ismét megújult az a hagyomány, hogy itt a templomon belül oratóriumi hittan tartanak, ez is az egyik lépés, ami az ön nevéhez fűződik. Így van, sikerült. Egyrészt, amit lehetett, megpróbáltuk önerőből megvalósítani, illetve nagyon-nagyon hálás vagyok a polgármester úrnak, az önkormányzatnak és a helyi közösségnek is, hogy az ő segítségükkel olyan projekteket tudtunk véghez vinni, amit önerőből talán nem tudtunk volna, vagy legalábbis semmiképpen nem ilyen formában. Egyrészt rögtön az elején ezt a vetítőrendszert felszereltük, ami a hívek liturgikus életét egy kicsit talán élőbbé teszi, jobban segíti a bekapcsolódást a liturgia énekeibe, imádságaiba. És hát az oratórium is, az idősebb topolyaiak még emlékeznek rá, hiszen régen ott volt a hittanterem, a sekrese fölötti emeleti teremben, amelyet aztán a szalézi atyák után szokás oratóriumnak is nevezni. Ezt is a polgármester úr kezdeményezésére sikerült nagyon szépen megújítanunk az ő segítségével, úgyhogy fűtést szereltünk be, teljesen rendbe hoztuk, szigeteltük az ablakokat, tehát hogy tényleg a gyerekek számára egy szép helyiség legyen. És ott indítottuk el az óvodás hittant is, ami egy régi álmom volt, és nagyon örültem annak, hogy itt munkatársakat találtam hozzá. Először havonta egyszer, most már havonta kétszer, két vasárnap, amikor
a hozzátartozók, a nagyszülők, szülők lent lehetnek itt a Szentmisén, részt vehetnek, és az óvodáskorú gyerekekkel pedig pedagógusok foglalkoznak ott fent az oratóriumban, és az óvodások a Szentmisén végén lejönnek, és hát ők is azért megmutatkoznak, és hát azért áldást kérek természetesen. De nagyon-nagyon örülök annak, hogy beindult az élet a volt Caritas házban is, amit szerettem volna egy kicsit nem csak egyszerűen a Caritas házának, hanem a közösség házának is nevezni. Ugye a karitatív szeretet parancsa az kötelez bennünket, és a Caritas nagyon szépen működött a Covid előtti időszakban Elődön Ferenc atya idejében is, a mostani püspök úr idejében is, és ezt sikerült egy kicsit újraindítani, és sikerült arra is támogatást találnunk, hogy a fűtési rendszert korszerűsítsük a házban, tehát egyáltalán lehessen fűteni a házat. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy szakemberek segítségével, mégpedig leendő szakemberek segítségével sikerült a szakmunkás képző diákjai segítségével a főhomlokzatot gyönyörűen rendbe tenni. Szerintem a szaktanárok segítségével gyönyörűen kimeszelték egyelőre a főhomlokzatot, aztán majd tehát megyünk tovább az épülettel. És így sikerült Szent Erzsébet ünnepén egy hivatalos névadó ceremónia keretében Szent Erzsébet házzá, úgymond nyilvánítani a közösség házát. Itt indultak el azok a közösségi programok, amelyek nem csak a Caritas konkrét fizikai tevékenységéhez kapcsolódnak, tehát akár a ruhaosztásra, akár a bútorok elosztására, akár konkrét szegény családok segítésére korlátozódna, hanem olyan közösségi programok, mint amire az idősek tele délutánja, vagy a Mónika kör, vagy a szegényebb gyerekek számára külön foglalkozások, farsangi foglalkozást szerveztünk neki, külön mosmat húsvétra csoport foglalkozást. Tehát egy kicsit úgy beinduljon az élet ebben a házban, hogy világos legyen, hogy ez a közösségé. Újjá szerveződött a kórus, hiszen nagyon jó kántorunk van Szűcs Gergely személyében, úgyhogy a liturgikus élet is ilyen szempontból egy picit talán megújulhatott, hiszen én teológiai szakterületem éppen a liturgika tudománya, hogy ennek azért nagyon örülök, hogy ez sikerült egy kicsit elindítani. Nyitásgárda is úgy tűnik, hogy nagyon szépen szerveződik, most már 13-an vagyunk az oltár körüli szolgálatban a srácokkal, úgyhogy bízom abban, hogy sikerül olyan programokkal tényleg úgy, ahogy Boldogult Szlávko püspök kívánta, a gyerekeket is egy kicsit visszahozni a templom életébe. Éppen most készülünk a jövő héten a Fáklyás keresztútra fönt a Kálvárián, amikor kifejezetten a fiatalokat hívjuk, és este fáklyákkal a kézben járjuk végig a város talán legszebb és legmagasabb pontján a Kálvária stációit. Mik a jövőbeni tervek, akár a topolyai templomot, plébániát, a közösségi életet illetően, illetve akár az esperesi munkát nézve? Megpróbáljuk hát majd folytatni azt, amit esperes elődöm is nagyon szépen vitt az elmúlt 10 évben. Tehát amennyire lehet összehangolni egy kicsit az esperesi kerület papságának a lelkipásztori munkáját. Most például a gyónóbúcsók kapcsán lesz egy ilyen feladat, hiszen indulnak a húsvéti gyónóbúcsók. Ami konkrétan a templomot illeti, annak nagyon örülök, hogy sikerült arra pályázati eszközöket nyernünk, hogy egy az templom történetében páratlan méretű tervdokumentációt készítettünk és vizsgálatot végeztünk el. Tehát egy évig tartó folyamat volt ez tulajdonképpen, és a legapróbb részletességig föltártuk a templomot. A templom több mint 100 éves, és az elmúlt 100 évben hát azért igen-igen megette már az idő vasfoga. Neogót templomról van szó, és a neogót templomoknak egyik idézőjelben átka, hogy rengeteg apró kis dísz van rajta, rengeteg kis csúcsdísz, rengeteg kis tornyocska, és hát ott meg aztán egy idő után, ha akarjuk, hanem folyik a víz. Úgyhogy a templom rengeteg helyen beázik. A toronysisak már hosszú évtizedek óta nagyon rossz állapotban van, és egyre romlik az állapota. Akkorák a lukak a toronysisakban, hogy továbbra is bejönnek a galambok. Tehát egyszerűen nem tudunk, a toronysisak cseréje nélkül egyszerűen nem tudjuk a turisták rendelkezésre bocsátani a tornyot, pedig ez is egy terv, amely szerepel az álmaink között, hogy a
gyönyörű kilátó, hiszen egy kilátó van fönt 40 méter magasan, az megközelíthető legyen, és akik esetleg eljönnek hozzánk vendégségbe, megnézik a templomot, azok mondjuk fölmessenek a toronyba is. Hát ez is várat magára. Tehát nagyon-nagyon bízom abban, hogy sikerül olyan komoly támogatókat szereznünk, akikkel belevághatunk a torony felújításba, aztán a tetőcserébe, és hát aztán látjuk, hogy végül majd utolsó fázisként a belső felújításba is. És hát egyszer majd talán megszólalt az orgona is. Én orgonista voltam annak idején, és nagy szívfájdalmam, hogy egy elektromos hangszerünk van egyelőre, mert a gyönyörű műemlék hangszer orgonánk néma. Hát ennek a felújítása, a kibővítése és a terve között szerepel. Június 6-a és 9-e között európai parlamenti választásokat tartanak. Az Európai Unió polgárai 5 évente voksolnak az EP képviselőkről, vagyis azokról a személyekről, akik európai szinten képviselik a lakosok érdekeit. Az uniós parlament tagjaira mi határon túlélő magyar állampolgárok is szavazhatunk. Az EP-ben meghozott döntések pedig a mi életünket is befolyásolhatják, így egyáltalán nem mindegy, milyen eredmény születik. Júniusban. Hogy mi az Európai Parlament? Ez az EU egyetlen olyan testület, amelynek tagjait közvetlenül a lakosság választja meg. 5 évente a választók több mint 700 európai parlamenti képviselőről döntenek, akik hozzávetőleg 450 millió európai érdekeit képviselik. Az EP képviselők az ön nevében vitáznak, alakítják és fogadják el a törvényeket olyan ügyekben, amelyek az életünk szerves részét képezik. A parlament védi a szabadságjogokat, az egyenlőséget és a jogállamiságot az EU egész területén, illetve a világ minden táján hirdeti a demokráciát és az emberi jogokat. A parlament választja meg az Európai Bizottság elnökét és gondoskodik arról, hogy az EU intézményei megfelelően végezzék a munkájukat. Az EU képviselők döntenek az uniós pénzek elköltéséről, és ők hagyják jóvá az EU költségvetését is. Az Európai Parlament összekapcsolja önt az igazán fontos ügyekkel. Az Európai Parlament hivatalos oldalán közzétett kisfilm szerint ezek az EP legfontosabb ismérvei. Ennek a testületnek a következő összetételéről döntünk majd idén júniusban. Összesen 720 európai parlamenti képviselőt választunk meg 2024 júniusában, 15-tel többet, mint az előző választásokon. A kisebb országok kevesebb EP képviselőt adnak, mint a nagyobbak. A nagyobb országok képviselői ugyanis több embert képviselnek. Az európai parlamenti képviselők minimális száma bármely országból 6, a maximális pedig 96. A magyar állampolgárok 21 képviselőről döntenek. A választásokon a nemzeti politikai pártok indulnak, de miután megválasztották az EP képviselőket, a legtöbbjük csatlakozik egy nagyobb, nemzetek feletti politikai csoporthoz. A nemzeti pártok többsége ugyanis eleve valamely európai pártcsalád tagja. Az Európai Parlamentben jelenleg 7 ilyen képviselőcsoport működik. A két legnagyobb az Európai Néppárt, illetve a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége. A Néppárt jobb-közép politikai tömörülés, kereszténydemokrata pártok alapították 1976-ban. Később konzervatív és más jobb-közép irányultságú pártok is csatlakoztak hozzá. Jelenleg 177 képviselőjük van. A szocialisták és demokraták ezzel szemben, ahogy nevük is mondja, az Európai Uniós tagállamok szocialista és hasonló baloldali pártjainak szövetsége és frakciója. 139 tagjuk van a parlamentben. Vannak olyan képviselők, akik egyetlen képviselőcsoporthoz sem tartoznak, vagyis függetlenek. Mi magyarok természetesen a magyar képviselőkről dönthetünk. Magyarországnak jelenleg 13 független képviselője van, akik többségében a Fidesz-KDNP színeiben politizálnak. 5-en csatlakoztak a szocialista koalícióhoz, 2-en vannak az Újítsuk meg Európát csoportban, 1 képviselő pedig a Néppártban tevékenykedik. Magyarországon úgynevezett zárt listás szavazás van, ami azt jelenti, hogy a listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.
Azokra a pártokra lehet szavazni, amelyek a törvényben meghatározott időpontig megszerzik a megfelelő számú érvényes ajánlást. Azok a pártok kaphatnak mandátumot, amelyek elérik az 5%-os választói küszöböt. Azok szavazhatnak, akik a választás napjáig betöltik a 18. életévüket. Voksolhatnak a Magyarországon lakóhelyen rendelkező magyar vagy uniós polgárok, illetve azok a magyar állampolgárok is, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió területén nem rendelkeznek lakóhelyjel. Vagyis például a Vajdaságban élő magyar állampolgárok is. Akinek van magyarországi lakcíme, az ott szavazhat. Akinek nincs, az levélben, mint ahogy azt 2019-ben is tettük. A Vajdasági Magyarság képviseletében jelenleg Deli Andor, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa tagja az Európai Parlamentnek, független, fideszes képviselők egyike. Ő az, aki egyéb témái mellett rendszeresen kiáll Szerbia uniós csatlakozása mellett, és igyekszik segíteni az ország uniós útját, emellett természetesen a magyar érdekeket is képviseli. Úgy tűnik, ismét összecsapnak a hullámok a Trump birodalom feje fölött, ugyanakkor, ha már a hasonlatoknál maradok, akkor a napsugarak is a felhők közül azért néha átsugározódnak. Hogy mi történik az Amerikai Egyesült Államok választási rendszerében, az Brasnyó Zoltánnal, a Pannon Rádió főszerkesztőjével, újságíró kollégámmal próbáljuk tisztába tenni. Szervusz, Zoli! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Donald Trump, ugye egykori amerikai elnök, újra szeretne indulni, viszont nem ennyire egyszerű a dolog. Néhány államban betiltanák, hogy a republikánusok elnök jelöltje lehessen, hogy egyáltalán induljon a választásokon. Miért kell a republikánusoknak Donald Trump ennyire, hogyha egy ilyen személyiség, aki skandallumok és különböző botrányok fűződnek a nevéhez? Azért, mert Donald Trump egy rendkívül népszerű figura. Mindannak ellenére, hogy ott vannak ezek a bizonyos botrányok, amelyeket említettél, és ugye beszéltünk arról, hogy egyik nap vagy egyik héten erről szólnak a hírek, máskor másról szólnak a hírek. Valóban így van, tehát attól függ, hogy melyik médium, melyik sajtóorgánum lapjait nézzük. Nagyon sok pro és kontra érv van Donald Trump ellen és mellett. A politika szintjén, a gazdasági szinten és a józanész szintjén is, hiszen az egyszerű ember, aki nem ért a politikához, általában azt látja, hogy Donald Trumpnak vannak különféle exhibicionista megnyilvánulásai, meg egy kissé szélsőséges figura, legalábbis a kijelentései az egyáltalán nem egy visszafogott, mérsékelt politikusra utalnak, hiszen ezt láttuk éveken keresztül. Donald Trump ennek ellenére népszerű, nagyon sok olyan embert tud megfogni, és ez talán érvényes arra az időszakra is, amikor először csaptak össze, és amikor nyerte meg a választásokat, vagyis amikor nem Bidennel csapott össze, hanem ugye korábban megnyerte a választásokat, akkor is azzal magyarázták, hogy olyanokat tudott megfogni Donald Trump, akik egyébként évek óta nem járnak el szavazni. Tehát pontosan azoknak az államoknak a választópolgárai tudta megfogni, akik valamiféle ellenszenvvel viseltettek, nem konkrétan a demokrata párt iránt, hanem az éppen aktuális elnök iránt, úgy érezték, hogy nem képviseli az érdekeiket. Donald Trump pedig az egyszerű ember nyelvén tud szólni nagyon sok esetben, leginkább a konzervatívokhoz. Kik azok az emberek, akik körében ő népszerű? Melyik, mondjuk így földrajzi egység, de melyik társadalmi kategória az, ami erre most már másodszor Make America Great Again, tehát tegyük Amerikát nagyjá újra, ismétvevő? Ő egyébként megpróbálkozott azzal, és folyamatosan megpróbálkozik azzal, hogy azokban a társadalmi osztályokban, azokban a társadalmi rétegekben is szavazókat szerezzen, ahol korábban nem sikerült. Természetesen most így a nyugat, vagy középnyugat az a tájegység, ahol ő nagyon népszerű és tudott népszerű lenni, illetve azokban az államokban, amelyek alapvetően konzervatívnak és republikánus államoknak számítanak. Sokan nincsenek megelégedve a Biden által eszközölt foglalkoztatási számokkal, illetve a hozzáfűződő számokkal, amin most elsősorban a gazdaságra gondolok, és például a munkaerőpiacra. Nagyon-nagyon sok gond van ezzel, természetesen ez is attól függ, hogy mely sajtóorgánumokat olvassuk, de a munkásosztály alapvetően azok, akiket Trump meg tudott most fogni. A nők körében egyébként nem ő vezet, hiszen elég jelentős az ő abortusz ellenes megnyilvánulásai az utóbbi időben. Ez nem volt egyébként mindig így, az 1990-es években ő még kifejezetten egy abortusz párti
akkor még nem politikus, csak üzletember volt, és évről évre, vagy az évtizedekkel később most azt látjuk, hogy például most már erősen kiáll, ugye ő a pro-life megközelítéshez teszi magát közel, ami azt jelenti, hogy ő a saját véleménye szerint valamilyen régeni politikát folytatna az abortusz kérdésben, tehát emiatt a nők körében nem annyira vezet Trump, viszont az eddigi standard Biden szavazók, illetve demokrata szavazók, ez is fontos különbség, például az afroamerikai közösség körében is úgy tűnik, hogy csökken a támogatottsága Bidennek, és inkább Trump felé tolódik. Külpolitikai szinten Trump hangoztatta azt, hogy ő megoldaná az orosz-ukrán háborút, ő Kínával újra visszaállítaná azt a gazdasági egyensúlyt, ami ki volt alakulva, hogy a Kína jön fel az utóbbi években, évtizedekben, az Amerikát érintő déli oldalról migrációs krízist kezelni. Ezek mennyire hangzatos címszavak? Tudjuk azt, hogy Trump idejében egyetlen egy háborút sem indította, az Egyesült Államok nem vettek részt ellenségeskedésbe, de mennyire geopolitikai helyzet volt ez, és mennyire Trump befolyása? Trump ilyen szempontból olyan helyzetben van, hogy a jelenlegi állapotokat tudja valamilyen módon, hát úgy tud rájuk reagálni, hogy hangzatos mondatokat, hangzatos szlogeneket mond el ezzel kapcsolatban. Például az, hogy vagy leállítaná a háborút. Alapvetően szakértők szerint ez úgy nézne ki, hogy azt a fajta támogatást, azt az anyagi és egyéb támogatást vonná meg, hiszen azért köztudomású, hogy a Biden kormányzat idején rengeteg pénz ment Ukrajnának, és megy Ukrajnának, ami az amerikai közösség szemében eléggé furcsán jön le, hiszen emiatt állítólag azaz sokkal több pénz jut Ukrajnának, mint például az űrkutatásra, most az Egyesült Államokban, vagy akár a környezetvédelemre, ami egy nagyon érzékeny szempont. Ezeket hozza fel általában Trump, amikor a jövőről beszél, és az ő kampányígéreteit hangoztatja. Trump, ha úgy nézzük, és szigorúan nézzük, akkor egy üzletember, egy vállalkozó. Azért is beszél Kínáról, azért is szeretne Kínával jobb kapcsolatot kialakítani, mert a politikán túl, tehát hiába mondja ő azt, hogy make America great again, tehát neki a hosszú távú célja talán az lenne, hogy mindenféle gyártást, vagy mindenféle ipari tevékenységet visszahozzon az Egyesült Államokba. Ennek ellenére ő egy üzletember, és pontosan tudja, hogy a munkaerő mennyibe kerül Ázsiában. Emellett azok az üzleti megoldások, ugye az a kapcsolat lenne itt az elsődleges cél, amivel ő valamilyen módon szeretné Amerika gazdaságát fellendíteni, hiszen amint mondtam, itt nincsenek most rendben a gazdasági mutatók az Egyesült Államokban, és ez mindig is egy érzékeny téma volt az USA-ban. Ugye az Egyesült Államok választási rendszerében a republikánusok is állítanak több elnökjelöltet, akik megmérettetnek egymás közt, illetve a demokraták is. Maradjunk még Trumpnál egy mondat erejéig. Mit jelent az számára, hogyha egy-egy államból kiesik, tehát hogyha nem szavazhatnak egyáltalán rá, mennyire befolyásolja ez az ő elnöki ambícióit? Ez valószínűleg nem fog megtörténni, hiszen a legfelsőbb bíróság most úgy döntött, hogy azok a fajta támadások, amelyet őt érték ugye elsősorban Coloradóból, ez a január 6-ai zavargás keltést, tulajdonképpen ennek felelősét próbálták Trumpban meghatározni. Ezt gyakorlatilag a legfelsőbb bíróság most kimondta, és erre az ítéletre sokáig kellett várni, sokan latolgatták, hogy ennek milyen kimenetele lehet. Kimondja azt, hogy Coloradóban nem lehet ez miatt őt eltávolítani a szavazólapokról, és így ugye a másik két állam, ami még eszembe jut, ugye az egyik Illinois volt, a másik pedig Maine, ahol szintén megpróbálták őt a szavazócédulákról eltávolítani, de a legfelsőbb bíróság döntésében most úgy tűnik, hogy erre nem lesz lehetőség. Abban egyébként a legfelsőbb bíróság ugye 9-0 arányban szavaztak arra, hogy Trumpot nem lehet eltávolítani, tehát Trump rajta lehet a szavazólapokon, és lehet rá szavazni, és ott nem volt azonban annak ellenére, hogy itt egy 100%-os megegyezés volt, tehát 1-1-ben 9-en azt mondták, hogy Trumpnak igenis joga van indulni. Abban már megoszlottak a vélemények, hogy akkor ez minden államra vonatkoztatható-e, viszont a végső közleményben az áll, és az olvasható ki a végső közleményből, hogy egyik állam sem tilthatja el Trumpot. Tehát, hogyha őt a jelölőgyűlésen nyáron megválasztják, már pedig most nagyon úgy néz ki, hiszen 1215 delegátot kell szereznie, Nikki Haley-vel szemben, aki most az egyetlen republikánus kihívója, akkor minden esélye megvan rá, hogy elsöprő győzelmet arat, mármint a republikánusok körében Trump, és akkor aztán jön majd november 5-én a nagy kihívás, az elnök választás. És csak egy mondatot erről, más téma, a demokraták közötti viaskodás, ami jelenleg nincs is.
Hát igazán veterán politikus Joe Biden újra jelölteti magát. Hogy jön le ez a szavazók körébe? Furcsán jön le a szavazók körében, én ahogy olvasom a reakciókat és a különféle véleménycikkeket külpolitikai szakértőktől, itt egyfajta bágyadság az, amit leírnak ezek az emberek a demokrata szavazók körében. Sokan élnek olyan vicces, vagy hát olykor tragikomikus megszólalásokkal, hogy mondjuk a 330 millió amerikaiból miért nincs egy 20 évvel fiatalabb, aki elindulhatna a demokraták színeiben a választásokon, amivel azért az egyszerű ember, és megint csak a politika szempontjából az egyszerű embert kell középpontba helyezni, gyakran egyetért, hiszen miért tudná képviselni az érdekeinket egy 80 év feletti politikus, ha vannak tetrekész, fiatalabb demokraták. Nagyon sok függ a következő néhány naptól, hiszen Bidennek lesz most egy nyilvános szereplése, ahol a demokratákat próbálja arról meggyőzni, hogy igenis ő a tökéletes jelölt. Ettől állítólag nagyon sokat várnak a demokraták, és nyilvánvalóan a republikánusok is, és az egész amerikai politikai színtér, hiszen itt dől el majd, hogy mennyire tudja a saját oldalára fordítani a szavazókat, mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Trump támogatottsága nagyobb, ha nem is jelentősen nagyobb, de nagyobb, mint Bidené. Mozgalmas hónapok vannak előttünk a világpolitikában. Köszi szépen, hogy voltál. Köszönöm. És a szuperkednek nevezett előválasztási napon bejött a papírforma a republikánusoknál Donald Trump egy kivétellel, mindenhol győzött az elnök jelöltségért folyó küzdelemben. A hivatalban lévő elnök Joe Biden pedig a demokrata párt előválasztásán tudott győzedelmeskedni, és szintén csak egyetlen helyen szenvedett vereséget. Ez azt jelenti, hogy november 5-én várhatóan ugyanazon két jelölt közül választhatnak majd az amerikaiak, mint 4 évvel ezelőtt. Elindult a verseny és az Egyesült Államok következő elnöki tisztségéért folyik az előválasztás, hogy kiderüljön, melyik párt kit indít a választási versenyben. Kedden az ország 50 államából 15-ben tartottak előválasztást, ezt a napot szuperkednek hívják. A KED szupersége voltaképpen abban áll, hogy egyszerre ilyen sok helyen történt előválasztás, ez a folyamat azonban tovább folytatódik. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a szuperked után folyó előválasztások már nem sokat nyomnak alatban, a végső jelöltséget az szerzi meg, aki a szuperkedden a legtöbb delegáltat szerzi. A republikánusoknál a volt elnök Donald Trump kihívója Nikki Haley volt, de a mostani versenyben ő csak Vermont államban tudott győzni 50-46% arányban. Korábban ugyan Washingtonban győzni tudott, de a mostani veresége után kiszállt a versenyből. Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy Colorado-ban érvényesek lesznek-e a Donald Trumpra leadott szavazatok, mert az állam legfelsőbb bírósága kizárta az indulásból, ezt a döntést azonban a szövetségi legfelsőbb bíróság megsemmisítette. Végül Donald Trump a voksok több mint 60%-át szerezte meg itt. Trump a támogatást a jövőbeli terveinek ismertetésével köszönte meg, mint mondta, erősíteni kell a határvédelmet, és teljes mértékben le kell zárni az Egyesült Államok határait az illegális bevándorlók előtt. A világpolitika szempontjából fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok határozottan lépjen fel a közel-keleti válság megoldásában, szerinte ugyanis a mostani kormányzat nem tesz semmit. A másik oldalon a demokraták versenyében Joe Biden hagyta maga mögött kihívóit, csak az Egyesült Államokhoz tartozó csendes-óceáni szigeten, amerikai Szamoán maradt alul, ahol Jason Palmer vállalkozó kapta a legtöbb szavazatot. A szokásjog alapján, amikor a hivatalban lévő elnök elindul az újraválasztásért, akkor vele szemben nem száll versenybe pártján belül esélyes jelölt. Ez így történt idén is, hiszen Joe Biden kihívója, egy kevéssé ismert kongresszusi képviselő Dean Phillips és egy kaliforniai írónő Marianne Williamson. A szuperkeddi eredményeket a hivatalban lévő elnök csak közleményben kommentálta. Azt írta, a szavazás eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy a demokraták szavazói a pártjuk mellett állnak, és ha újból Donald Trump lenne az elnök, az káoszhoz, megosztottsághoz és sötétséghez vezetne.
Magyar Kanizsán faültetéssel lépnek fel a klíma védelmért a helyi önkormányzat szervezésében, és a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központtal való együttműködésben több mint 100 facsemetét ültettek nemrégiben a helyi tangazdaság közelében. Az akciót a továbbiakban is folytatni szeretnék. A Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ diákjai nemrégiben egy kutatást végeztek egy Erasmus pályázat részeként, ahol a környezetvédelem több területét is érintették. 20 diák vett részt a kutatásban, amelyben a vajdasági iskola mellett egy magyarországi, egy felvidéki és egy erdélyi oktatási intézmény is részt vesz. Azért szerettem volna erre jelentkezni, mivel hogy a környezetünk fenntartása egy nagyon fontos dolog, mivel hogy a jövőben itt fogunk lenni, és ezért szerettem volna, hogy gondoskodjunk róla. Hát bevenni rokonságokat, baráti társaságot tudtam néhány embert rávenni, de én nagyon örülök ennek is, amit én el tudtam érni ezzel. A zöldítéssel foglalkozik, vízgazdálkodás, mezőgazdasággal, nagyon fontos témákról kutattunk. És itt a múlt hét folyamán pedig sor került a fásításra is, ami ennek a kutatásnak az eredménye volt. Szerinted miért fontos ez a fásítás, illetve a jövőben a programon belül hol szeretnétek még létrehozni ilyen fajta akciókat? Azért fontos a fásítás, mivel hogy az elmúlt években egyre kevesebb lett a környező falukban, városokban a fa. Nagyon sok fát vágtak ki, és nem telepítettek vissza annak 50%-át se, ha jól tudom. És ezért nagyon fontos. Én úgy hallottam, hogy a buszmegálló környékére akarnak fákat telepíteni, és a környező falukba. A kutatás eredményeként megállapították, hogy a globális felmelegedés ellen leginkább fásítással lehet védekezni. Ennek kapcsán pedig faültetési akciót is szerveztek nemrégiben a helyi tangazdaság közelében. Ezt az akciót az iskola szervezte. Gondoskodunk a fák ültetéséről. Úgy kezdtük reggel, hogy ki lettek furva a gödrök, komposztot raktunk az aljára, és a kisfákat belerakjuk szépen, körbe rakjuk földdel, tömörítjük a talajt, és teszünk rá ilyen védőhálót, hogy a vadak négyig ki ne rágják meg, mivel azok károsítják a kisfákat. A faültetési akció kezdeményezése mellé az önkormányzat is odaállt. Ma 130 darab kocsányos tölgy került kiültetésre a középiskolások által a Magyar-Kanizsai rétben a tervezett kerülőút mellett. Ez egy érdekes és jó példája annak, hogy hogyan tud Magyar-Kanizsai önkormányzat és a középiskola diákjai összefogásban is valamit tenni a közösségét. A gyerekek ma ez mellett, hogy megtanulták a gyakorlati órán azt, hogy hogyan kell szakszerűen a tanáraik instrukcióit követve a fákat elültetni, egy közösségépítő és esetleg talán teremtő akciót is átélhetnek. Ezt nagyon fontosnak tartjuk mi, hogy ők megtanulják, hogy az ő fájuk is, nem csak az önkormányzaté, és hogy ezekkel ők is majd törődjenek a későbbi évek folyamán. Az mellett, hogy ez az akció majd megvalósult, az önkormányzat megnövelte a környezetvédelmi alapban a pénzkeretet, úgyhogy az idén további faültetéseket tervezünk a helyi közösségekkel karoltva, együttműködve, ezzel is a növelve a zöld területeinket a község területén. De hogyan is kell fát ültetni helyesen, mi a helyes módja ennek? A faültetésnél arra kell figyelni, hogy ugye mindig fagymentes időben ültessük, tehát akár most is lehet, ugye még tél van, de ugye fagymentes időben, illetve a elég nagy, hogyha rég nem volt kiásva az a terület, akkor nagyobb gödöt, tehát ne csak egy 20x20-as gödöt, ami épp a gyökere beleférne, akkor átássunk, hanem nagyobbat érdemes, hogy a körülötte, amikor majd kezd nőni a gyökere, akkor tudjon terjedni, és ne egy kemény falba ütközön majd a gyökere. Illetve érdemes egy picikét a fának a gyökeit egy picit visszavágni, hogy nem nagyon, csak egy kicsit, hogy az serkenti a gyökérzetét a fának, hogy jobban több gyökeret tudjon fejleszteni. Illetve itt is tettünk komposztot, illetve érett istállótrágyát érdemes rátenni, úgyhogy beletesszük a fát a
lyukba, és akkor utána teszünk rá földréteget, és úgy jön rá a szerves trágya, hogy ne érintkezzen gyökerével, mert ugye a gyökérre nem túl jó hatása, hogyha direkt érintkezik a szerves trágyával, tehát legyen közben egy földréteg, illetve legyen jó belacsolva. Igaz, hogy most épp esik az eső, de ez nem olyan túl sok. Tehát ültetéskor mindig jó öntözzük be a fákat. Ezt mi is itt megtettük az elmúlt alkalommal a faültetéskor, tehát jó belettek locsolva a fák, amiben szintén a diákjaink segítettek. A fák egyébként tisztítják a levegőt, élhetővé teszik a bolygót, szebbé varázsolják a környezetet. De nem csak nekünk, emberek számára fontosak, hanem az állatoknak is, hiszen a fákon, a fák között számtalan élőlénynek biztosítanak életteret, nyújtanak védelmet, adnak táplálékot és árnyékot. A jövőben tehát a helyi buszállomás környékére és a falvakba is szerveznek majd hasonló faültetési akciót. A szenttamási őseink zenéje az elmúlt két évtized alatt Vajdaság egyik legjelentősebb népzenei eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény idén 22. alkalommal tartották meg, egyik fő célja megkedveltetni a fiatalokkal a népzenét és továbbadni a hagyományt az ifjú nemzedékeknek. Az első őseink zenéjét 2002-ben szervezték meg a Szent Tamási Jován Jovánovics Mely általános iskolában. A rendezvény megálmodója Alilovics Golyko az akkori szökős zenekar bőgőse volt. Az apropó pedig az volt, hogy a vajdasági népzenészeknek legyen egy saját rendezvényük. Az itteni zenekarok a legtöbb esetben táncosokat kísérnek, vagy más feladatot látnak el, ezért szükség volt egy olyan találkozóra, ahol a táncház, a zenészek jókedve és a muzsika áll a fókuszban. Eddig úgy is volt, hogy a vajdasági vonós zenekarok jöttek ide úgymond dolgozni. Ezért most mi úgy gondoltuk, hogy egyszer jöjjenek el már, mint vendégek. Azért hívtuk a szalonnát és bandáját, ami szerintem egy nyomósok arra, hogy eljöjjenek a népzenével foglalkozók, és hogy jól érezzék magukat. Az idei rendezvényt a Szent Tamási Citera és Tambura zenekar fellépése nyitotta meg. 2016-ban indultunk, olyan 15 taggal, ma már hárman maradtunk, 3 éve futunk a Galáris néven, de most azon vagyunk, hogy minél több gyereket toborozzunk. Elvégre Szent Tamás mindig is a citeráról volt híres. Szeretnénk újra fellendíteni ezt a mozgalmat itt Szent Tamáson. Hát igazából a munkát a tamburazenekarra elkezdtük, vagy 2 éve, mikor az Arany János tamburazenekara, és akkor alakult meg. Többek között édesapámmal, hugommal, barátaimmal elkezdtük csinálni, mivel én már régóta tamburáztam, csak még sehogy se jött össze a zenekar. Ezért lett most egy kis lehetőség, és megalapítottuk a Szent Tamási tamburazenekart. Én amióta tudom, én minden évben itt voltam, mivel nagyon sok barátom és ismerősem jön erre az eseményre is. Évente nem találkozhatunk többször, ezért találkozunk itt, összehoz minket a népzene, barátkozás, szórakozás. Közönségcsalogatók, magyarországi és erdélyi fellépőket is gyakran hívnak meg a szervezők. Muzsikát már itt a Csíkzenekar is, de hagyományőrző zenészeket is vendégül láttak már. Az idei rendezvény sztárvendége a Magyar Állami Népi Együttes zenekara, vagyis Pál István szalonna és bandája volt. Sok
sokat voltunk már Vajdaságban. Szalonna bandával és Magyar Állami Népegyüttessel én Szabadkán tanítottam is, jöttem cimboráskodni Félix barátommal a tópartra, úgyhogy elég hosszú esztendőkre nyúlik már vissza, rengeteg barátunk van itt Vajdaságban, és hát úgy néz ki, hogy még nyárig jönni is fogunk, mindig jól érezzük magunkat, mert jó közönség, jókat muzsikálunk, jókat mulatozunk, és jókat eszünk, iszunk. Milyenek a benyomások? Itt a Vajdaságban melyik az a terület a magyar népzenéből, ami menő? Hát igazából ugye a teljes táncház mozgalomban mindig az Erdélyt szokták a legjobban szeretni, de ugye ez a mezőségi, kalotaszegi táncokat, de Vajdaság azért nagyon erős abban, hogy azért büszke arra, hogy van saját hagyománya is, és egészen a bácskaiaktól ténylegesen a szabadkaiakig mindenki őrzi a maga táncát, muzsikáját. Mi a Magyar Állami Népegyüttese pár évvel ezelőtt készítettünk egy délvidéki műsort, amiben egyrészt a magyar táncok, de a szerb táncok is ugyanúgy megjelennek, és ugyanúgy a vajdasági részen, mint az anyaországi részen, tehát összegyűjtve azokat, hogy milyen szépen lehet testvérségben egymás mellett éldegélni. Úgyhogy foglalkoztunk, gyűjteni is jártunk ide Vajdaságban. Úgyhogy én azt látom, bár az erdélyi táncok azok olyan menőnek tűnnek, de azért, mikor egy saját csárdásra fordul a dolog, akkor mindenki úgy jól tudja benne magát érezni. Ezt azért is mondom, mert ugye mi kárpátaljak vagyunk a hugommal a zenekarban, és igazából a határon túl, amúgy is a szívükben így összezárnak mindig, de valami miatt mindig a mostoha gyerek az a kárpátalja meg a vajdasági volt. Ugye a történelem is most úgy hozza, hogy itt a háború révén ugyanaz ismétlődik meg nálunk, ami jó néhány esztendeje itt volt, és valahogy úgy tényleg testvérekként kerülünk egymás mellé, és így vagyok én is a vajdasági barátaimmal, erősítjük egymást. Az őseink zenéjéhez az évek során kísérő rendezvények is párosultak, idén az érdeklődők citera simogató elnevezéssel hangszerbemutatón is részt vehettek. Ez a citera simogató név mostan kivételesen szerepel a műsor füzetben, de gyakorlatilag egy hangszerbemutatóról van szó. 12-3 hangszer van itten, és ebben 45 percben, 50 percben próbálom belefértetni ezt az ismertető órát, egy rendkívüli zeneóra. Szia, a fényképez a ahol a látogatók és a résztvevők azok látni fogják, hallani fogják, hogy működik a hangszer, esetleg kis történelem, viccesen egy kicsikét beszoktam mutatni, legyen egy kis szórakozás is az egészben. Az őseink zenéje hagyományosan táncházzal zárul. Volt már olyan is, hogy hajnalig tartott itt a mulatozás, most is megmozgatták a közönséget. Igazából egy fergeteges hangulatú táncházat tudhatunk magunk mögött. Az elején moldvai körtáncokkal és moldvai táncokkal foglalkoztunk, illetve mutattuk be ezeket az itten jelenlévő nagy közönségnek, ezt követően pedig felcsiki polgári, illetve lassú és friss csárdást táncoltunk. A népzenei rendezvényt idén is a helyi Arany János Magyar Művelődési Egyesület szervezte. Megtartását a helyi vállalkozók mellett a tartomány, a Magyar Nemzeti Tanács és a Szent Tamási Önkormányzat támogatta. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Kartali Rita vár önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!